Jó napot kívánok, tisztelt hölgyeim és uraim! Köszönöm szépen az elnök úrnak, hogy meghívott ide ebben az évben is. Egyszerre van előnye és hátránya is annak, ha az ember a végén beszél. Először is a csonton kevés hús marad már ilyenkor, de másfelől az a lehetőség is megadatik, hogy a mondandómat nem a saját szavaimmal, hanem az előttem elhangzottakra való utalással támaszthatom alá. Ez mégiscsak elegánsabb, különösen, ha az ember a saját lovát akarja dicsérni. Tisztelt hölgyeim és uraim, azt látják az előző előadásokból, ilyen időtáblákat láthattunk, azokon szemléltették a változásokat, amely arra emlékeztet bennünket, hogy a politikusokat, gazdaságpolitikusok sem kivételek ez alól, mindig két dolog hozza izgalomba, az időtáblák és a térképek. Adjunk hálát a Jóistennek, hogy olyan időszakban élünk, amikor időtáblákat kell nézegetnünk, és nem a térképeket. Ez mindenképpen jó hír, és a következő években is arra számítunk, hogy ez így lesz. Most miután előttem gazdasági szakemberek beszéltek, ezért valószínűleg, amit tőlem önök várhatnak, sőt joggal várhatnak el, az az, hogy arról a mesdjéről beszéljek, ahol a politika és a gazdaság találkozik. Tehát lehet, hogy időnként mondok olyasmit, ami már elhangzott korábban, de minden esetben más megvilágításba akarom azt helyezni, illetve máshonnan közelítek hozzá, más konklúziókat akarok belőle levonni. Mondandómat tehát értékeljék úgy, mint egy klasszikus gazdaságpolitika előadást, amely a politika és a gazdaság kölcsönhatására összpontosít. Először is egyetértek az előttem szólók közül azokkal, akik azt mondták, talán legmarkánsabban a jegybank kormányzója, hogy 2020-ban egy új szakasz kezdődik. És hogy látjuk is ennek a jeleit. Nem volt ez másképpen az előző 10 éves szakasz kezdetén sem. Az is viharosan indult egy pénzügyi válsággal, a mostani 2020-2030 közötti szakasz pedig egy világjárvánnyal indul. Erről majd a végén szeretnék néhány szót szólni. Nem kell ettől Magyarországon nagyon megijedni, mert szerencsénk van. Ugye kétfajta kormányzati tudás van Magyarországon, az elrontás és a kijavítás tudása. Mi nyilván részrehajló módon, de úgy szoktuk értelmezni a magyar politikát, hogy vannak a bajok, és akkor az emberek a baloldali kormányok helyett nemzeti jobboldali kormányt választanak. Akkor mi azt rendbe hozzuk, és utána, amikor megint jól mennek a dolgok, akkor megint visszahívják a baloldali kormányokat, azok megint elrontják, megint jönnek a jobboldali kormányok. Ez szokott lenni általában a forgatókönyv, de azért a jobboldali kormányok a válságoktól nem szoktak megijedni, mert a válságok azok, amik leginkább láthatóvá teszik az emberek számára, hogy miért jó, hogyha a nemzeti orientációjú, ilyen iránytűvel rendelkező kormányunk van. Gondoljanak arra, hogy 2010-ben is úgy kezdtük, hogy volt egy pénzügyi válság, utána jött egy gyors árvíz, ha emlékeznek rá, utána jött egy vörös iszap, aztán jött egy nagyobb árvíz, aztán jött egy migráció, aztán beesett a Brexit, és most beesett egy világjárvány. Ez körülbelül a mi kormányzásunknak a rövid kronológiája. Tehát úgy, ahogy az előzőektől sem ijedtünk meg, azt javaslom, hogy a koronavírusra vonatkozó, majd mondandóm végén tett megjegyzésektől sem kell, bár durvák lesznek, nem kell összerezzenni. Azt is egy helyes megközelítésnek tartom, amit a jegybank elnöke választott, hogy nem azért kell megnézni a 2010 és 2020 közötti eredményeket, hogy megveregessük a saját vállunkat. Ez általában Magyarországon a közvélemény nem nagyon díjazza, hanem azért kell megnézni, hogy mit értünk el, hogy pontosan tudjuk, hogy mit kell megvédeni. Ha nem értjük meg, hogy mitől voltunk sikeresek, akkor nem fogjuk tudni megmondani, hogy mitől leszünk sikeresek a következő 10 évben, és nem tudjuk megmondani, mi volt a kulcseleme a sikernek, akkor nem tudjuk, hogy mik azok az elemek egy gazdaságpolitikában, amit mindenképpen meg kell védeni. És szerintem a jegybank elnök úr előadása ebben sokat segített nekünk. Tehát nyugodtan mondhatjuk, hogy az elmúlt 100 év legsikeresebb 10 éve van mögöttünk, amin persze jókat lehet gúnyolódni, mert egy volt kommunista országban ez a legkönnyebb és legolcsóbb poén, hiszen a kommunizmus is a hamis sikerpropagandáról volt ismert. Hát könnyű azt mondani, hogy aki sikerekről beszél, az ugyanezt az iskolát folytatja. De én nem egy ilyen rövid távú megfontolásból szoktam erről beszélni, hanem majd látni fogják, hogy ennek értelme van. Én a legfontosabb dologra akarok beszélni, amikor a mögöttünk hagyott 10 év sikereire utalok. Arról akarok beszélni, hogy szerintem nincs
még egy olyan nemzet, ország az egész világon, amely képes lett volna arra, hogy 100 évvel azután, hogy elveszik a területének a 2/3, elveszik a népességének a 60%-át, 20 évvel később belekeveredik egy világháborúba, ahol kiírtják a legvirulensebb és gazdaságilag életképesebb népességét. Utána felszámolják a nemzeti ösztönrendszer legfontosabb osztályát, a kulákságot és a parasztságot. Utána kimenekül 56-ban 200 000 jól képzett, egyáltalán mozgásra, emigrációra alkalmas ember, és 100 évvel a katasztrófa sorozat kezdete után azt tudjuk mondani, hogy 90. és 100 év között olyan 10 éves sikert csináltunk, ami példátlan az egész bennünket körülvevő világban. Tehát én azért beszélek a sikerről, hogy arra hívjam fel a figyelmét a magyaroknak, hogy mi nem egy közönséges nemzet vagyunk, egy a sok közül, hanem egy különleges ország vagyunk, amely képes különleges teljesítményre, és az a tény, hogy itt vagyunk 100 év után, és 100 év után arról beszélünk, az utolsó 10 évben mit értünk el, az önmagában kell, hogy erőt, energiát, optimizmus, dinamikát, cselekvőképességet adjon a jövőre. Tehát én mobilizálni akarom az országban lévő energiákat, amikor a sikerről beszélek, és nem pedig lefékezni akarom azzal, hogy elismerem ezeket a sikereket. Azt gondolom, hogy a siker egy érv arra, hogy újabb sikereket érjünk el. Nos, tehát ezért szerintem fontos dolog az a mondat, hogy az elmúlt 100 év 10 legsikeresebb évét tudhatjuk magunk mögött. Az is igaz, amit itt hallottunk történelmi összevetésekben, ezekről én nem szeretnék beszélni, hogy hány növekedési szakasz volt az elmúlt 100 évben, és azok hogyan illeszkednek a mi 10, illetve legutolsó 7 évünkhöz, hanem inkább azt szeretném csak mondani, hogy a fölzárkózás időhosszát és gyorsaságát tekintve nem kétséges, hogy ez a 10 év volt a legjobb 10 év, és ezt meg kellene becsülni. Még egyszer mondom, nem azért, hogy elismerjük egymást, bár ez sem ártana néha, a magyar kultúrában nincsenek nagy tradíciói, de tehát nem csak arról van szó, hogy ismerjük el egymás sikerét, hanem arról van szó, és azért kellene megbecsülni a sikert, mert ez ad energiát a jövőre. Egyetértek a kormányzó úrral és a pénzügyminiszter úrral egyszerre abban, hogy a sikert nem elegendő a növekedési mutatószámokon keresztül kifejeznünk, mert a növekedés csak akkor ér igazán valamit, vagy a siker akkor ér valamit, hogyha a növekedés mögött fenntartható szerkezet van. Ez kulcskérdés szerintem. A magyar történelemben, amennyire én képes vagyok ennek a gazdaság történeti dimenzióit átlátni, én azt figyeltem meg, hogyha a gazdasági és a pénzügyi egyensúlyok megbillennek, akkor lehet ugyan ideig, óráig növekedni, de előbb-utóbb mindig falba fogunk ütközni. Olyan gazdaságpolitikát, amely pénzügyi egyensúly nélküli növekedést tűz ki célul, nem szabad folytatni. Azzal is egyetértek, hogy mely területeken értünk el fordulatokat, ezeket csak azért említem meg, talán, hogy súlyt vagy nyomatékot adjak nekik. Tehát 2012-re beállítottuk a 3% alatti hiányt, és azóta tartjuk. Az államadósság terheit 82%-ról 66%-ra hoztuk le, és én azt gondolom, hogy hamarosan a 60% alá fogunk menni. A deviza adósság arányát azt folyamatosan mérsékeltük az államadósságon belül, a nulla felé haladunk, és az én fölfogásom szerint a zéró a legjobb szám, és nem is nyugszom, amíg azt nem sikerül elérnünk, tehát deviza adósságra nincsen szükségünk, forintból kell finanszíroznunk a magyar államadósságot. Ettől egy különböző kérdés, hogy kinek a kezében van az államadósságot megtestesítő papír. Nem csak az a kérdés, hogy miben van elszámolva, devizában van, hanem ki tulajdonolja. És nem csak ott jó a zéró, amikor a devizarányról beszélünk, hanem ott is, amikor a külföldi tulajdonról beszélünk, az a jó, hogyha a magyar államadósság teljes egészében a magyarok kezében van. Ha valaki kézbe akarja tartani a saját sorsát, akkor tartsa kézbe a saját adósságát. Ezért a törekvésünk az az, hogy a magyar állampapírok tulajdonosai minél nagyobb arányban, és a végén teljes egészében a magyar pénzintézetek, magyar vállalatok és magyar családok legyenek. A jegybank elnöke nem mondta, mert mint mondtam, nem népszerű dolog Magyarországon az embernek a saját sikerére hivatkozni, ezért majd ezt én megteszem helyette. De azt a számot mindenképpen érdemes ide idéznünk, hogy 2012-höz képest 2019-ben az államadósság utáni kamatkiadásunk az 900 milliárd forinttal volt kevesebb. Tehát a jegybank politikájának köszönhetően, ha úgy tetszik, hogy a monetáris politika hozzájárulása a gazdasági sikerekhez,
több eszközön keresztül is történt, az egyik legfontosabb, ami a költségvetésre is kihatott, az volt, hogy 12 és 19 között, tehát 7-8 év alatt a monetáris politikának köszönhetően a magyar állam az adósságfizetés kamatterhein megspórolt 900 milliárd forintot. Be tudtunk tenni a gazdaságba, a demográfia programjába és így tovább. Ez kifejezetten a jegybank monetáris politikájának volt köszönhető. Emlékeztetni szeretnék mindenkit arra, hogy az önkormányzatok pénzügyeit is sikerült rendbe tenni, és sikerült megakadályozni, hogy a kereslet meg a kínálat közötti egyensúly felboruljon, ezt hívják inflációnak, ha jól értem. Ezt még jogászként is képes magáévá tenni az ember, hogy infláció akkor van, hogyha a kereslet meg a kínálat aránya megbomlik. Magyarországon az alacsony inflációból jól láthatóan ez nem történt meg. Fontosnak tartom, mire utalt a pénzügyminiszter, de szerintem ez egy kulcskérdés a kiszolgáltatottságunk szempontjából, vagy a kitettségünk szempontjából, hogy a külkereskedelemben is visszaszereztük az egyensúlyt. Export többletünk volt, egyensúlyi helyzet jött létre, a folyófizetési mérleg 10 éven keresztül többletet mutatott, és a múlt évben volt egy kismértékű, de szerintem még elviselhető hiány, ami azt jelenti, hogy a magyar gazdaság egyik legsúlyosabb sebét sikerült begyógyítani, amit én az elmúlt 30 évben, mióta parlamenti képviselő vagyok, minden költségvetésnél tapasztaltam, hogy ha arról gondolkodtunk, hogy növekedés legyen, hogy a növekedést kormányzati eszközökkel segítsük, akkor mindig arról is kellett gondolkodnunk, ennek az lesz a vége, hogy a növekedés importtartalma miatt meg fog borulni az egyensúly, a költségvetési egyensúly, és utána pedig bekövetkezik a külker egyensúly megbomlása is, vagy fordítva, de a lényeg, hogy most ebben a 10 évben látok először olyasmit, hogy az infláció féken van tartva, sikerült gazdasági növekedést megindítanunk, és a külkereskedelmi mérleg és a fizetési mérleg egyensúly nem borult meg. Fontosnak tartom az egyensúlyt a munkaerőpiacon is, erről talán nem is érdemes hosszan beszélni. Összességében tehát az állítás, hogy a magyar gazdasági növekedés mögött egyensúlyi tényezők vannak, az a nemzetgazdaság szinte minden területére igaz. Na most, ha ezek az egyensúlyok jelentik a legfontosabb értéket, akkor az a kérdés, hogy hogyan védjük meg az elmúlt 10 évnek az egyensúlyi eredményeit egy 2020 és 2030 között nagy mértékben megváltozó környezetben. Most itt megérkeztünk a politika és a gazdaság összekapcsolódásának egy nagyon izgalmas kérdéséhez, vagyis amit úgy is föltehetek, hogy miért voltunk sikeresek az elmúlt 10 évben. Erre van jó néhány válasz, ezek közül van néhány felszíni, ezeket csak megemlítem. Az első, az elmúlt 10 év sikerei mögötti első fontos tényező az az, hogy volt fölhatalmazásunk a választóktól a változtatásokra. Azt nem mondom, hogy jókedvükben adták meg ezt a felhatalmazást, de miután az előző kormány úgy összedöntötte a gazdaságot 2008-2009-ben, hogy a választóknak nem is nagyon maradt más választásunk, mint egy nagy felhatalmazást adjanak nekünk, ezt hívják kétharmadnak, ezt megkaptuk, tehát minden, amit tettünk, amögött volt választói felhatalmazás. A legmélyebb és legkockázatosabb reformok és változtatások mögött is volt választói felhatalmazás. A második dolog, ami magyarázza a 10 év eredményét, az az, hogy világosak voltak a céljaink. A harmadik, hogy miután nem először álltunk a kormányrúd mögött 2010-ben, hanem már volt korábbra egy tapasztalatunk, volt kormányzati tudásunk és látásunk, tudtuk, hogy min kell változtatni ahhoz, hogy a rendszer változzon. Szóval volt bátorság a magyar gazdaságpolitikai döntéshozókban, mert olyan kockázatokat vállaltunk be, amelyekről azt gondoltuk, hogy persze óriási ellenhatásokat váltanak majd ki, de ezeket az ellenlépéseket, ellenhatásokat el fogjuk viselni, és kibírjuk azt a nyomást, ami most, ha visszaemlékeznek 2010-re, az unorthodox magyar válságkezelési politika meghirdetése után a nemzetközi pénz- és politikai piacokról érkezett Magyarország felé. Ezt a kockázatot föl kellett mérni, és meg kellett becsülni, hogy ki fogjuk-e bírni ezt a nyomást. És úgy gondoltuk, hogy kibírjuk, ez így is történt. Ennek fontos része az, amit itt mások már megemlítettek korábban, az IMF-fel való házasságunknak, inkább a válásunknak a kérdése. Ugye 2011-ben, amikor azt mondták, hogy ez elfogadhatatlan, amit mi csinálunk, akkor két lehetőségünk volt. Az egyik, hogy elfogadjuk, amit ők mondanak, és akkor mindaz, amiről ma itt beszéltünk, az nem történik meg. Vagy az, hogy megmondjuk neki, köszönjük szépen, ez nagyon jó tanács,
Nagyon hasznos tanács, biztos be is válik másra a világon, de sajnos erre itt nincs kereslet. Ezt én személyesen kellett, hogy közöljem Rosenberg úrral, aki össze is pakolta a táskáját, és közölte, hogy ebből nagy baj lesz, és elment. És így az IMF eltávozott Magyarországról, ami önmagában is egy érdekes dolog, de hazaküldeni az IMF-et így nem egy nagy dolog. Tehát egy vendégnek azt mondani, hogy menjen haza és ajtót mutatunk, ez nem kell különösebben nagy tudás. A nagy tudás az volt, hogy utánuk küldtük a pénzüket is 2 évvel később, vagyis hogy vissza kellett fizetni az IMF-et, mert ha elküldtük volna, anélkül, hogy tudtuk volna, hogy hogy fogjuk visszafizetni a kölcsönüket, akkor önök is tudják, hogy nagyjából, hiszen a pénzügyi világban vannak, ennek milyen következményei lettek volna. Úgyhogy először hazaküldtük őket, és 2 évvel később, 13. augusztusában pedig utánuk küldtük a kölcsönt is, amit fölvettünk, vagyis visszafizettük. Tehát kibírtuk. Fontos eleme volt az elmúlt 10 évnek, hogy szerintem sikerült visszaszerezni a gazdasági szereplőknek a bizalmát. A hazaiakét is, és a külföldiekét is. Mert nagyívű átalakításokat nem lehet egy gazdaságban úgy végrehajtani, hogy a gazdasági szereplők nem bíznak abban, hogy A. ennek van értelme, B. hogy a politikai vezetés ezt végig tudja csinálni. Szerintem voltak is kétségek 10-ben is, 11-ben is talán, de ezek 2 év alatt elmúltak, és végül is a magyar gazdasági élet szereplői, vagyis önök azt látták, hogy amiről beszélünk, azt komolyan gondoljuk. Hiszen azt csináljuk, amiről beszélünk, sőt abban is bízhattak néhány hónap elteltével, hogy jól láthatóan, számokkal alátámasztható módon ez meg fogja hozni az eredményét, ez a gazdaságpolitika, hogyha végig tudjuk csinálni. És nem egyszerre, hanem szépen lassan, lépésről lépésre visszanyertük a gazdasági szereplők bizalmát. Volt, akit már elnyertük egyébként a választás előtt is, Isten nyugosztalja, Demján Sándor, szeretném megemlíteni a nevét, ha már itt vagyunk, aki már 2009-ben is azt mondta, hogy a magyar gazdaság szereplőinek a változás mellett kellett tenni a voksukat, és ki kell tüntetni a bizalmukkal a hivatalba készülődő új kormányt, és emellett a véleménye mellett ki is tartott, de aztán szépen a többiek is érkeztek, a kamara is úgy gondolom, hogy egy nagyon fontos szereplője volt a politikai vezetés és a gazdasági szereplők közötti bizalom helyreállításának, ami az elmúlt 10 év egyik legfontosabb előfeltétele volt. És a másik feltétele az Szijjártó Péterhez kötődik, aki most nincsen itt, bár ő is felelős a gazdaságpolitikai bizonyos szeletéért, aki képes volt arra, hogy a külföldi befektetők világában folyamatosan, először mint az én külpolitikai, külgazdasági kapcsolataimért felelős államtitkár, később pedig, mint miniszter, folyamatosan meggyőzte a külföldi befektetőket arról, hogy amit csinálunk, az értelmes dolog, és nekik is érdemes jönniük. Látták az előbb a számokat, beruházások, amik a csőben vannak. Itt milliárdos, eurómilliárdos beruházások vannak a csődben, amelyek kifejezetten egy nagyon, mondjuk úgy, hogy proaktív, tehát egy kezdeményező jellegű magyar külkereskedelmi befektetési politikának a következményeképpen állt elő. Tehát azt gondolom, hogy a gazdasági szereplők bizalmának a visszanyerése az kulcskérdés volt az elmúlt 10 év sikere szempontjából. Önbizalom is kellett, erről most nem akarok sokat beszélni, mert azzal nem szoktak vádolni bennünket, hogy az hiányozna, de kétség kívül azért az önbizalom az nem egyszerűen ilyen kivagyiság vagy politikai önbizalom, hanem sokkal inkább intellektuális természetű, ami egy nehezebb dolog, hogy az ember elmerje hinni azt, hogy itt van valami, egy válság. Sok nálunk gazdagabb és szerencsésebb ország keresi a választ ezekre a válság kihívásokra, és akkor elmerje hinni az ember azt, hogy kitalált valamit, ami különbözik attól, amit az összes többi kitalált. És ilyenkor nagyon gyakran szokott az én fejembe is előfordulni, hogy az talán mégsem természetes rendje a világnak, hogy mi látjuk a jó megoldást, a többiek meg nem. És az ember ilyenkor a saját elképzelését inkább betolja a fiókba, mondván, hogy lehet, hogy ez papíron jól néz ki, de ha nálunk nagyobbaknak és okosabbnak ez nem jutott eszébe, akkor nem kéne ezzel kísérletezni. Ugye? Ez egy elég természetes, konzervatív ösztön. De vannak pillanatok, amikor az ember azt kell mondani, hát lehet, hogy nem jutott eszükbe, és ha megértjük, hogy miért nem jutottak arra a következtetésre, mint mi, akkor bele lehet vágni egy olyan válságkezelő modell megvalósításába is, amivel rajtunk kívül senki más nem próbálkozik, és kiderülhet, hogy végül is annak volt igaza, aki szembe ment a forgalommal az autópályán, és nem azoknak, akik azonos irányba haladtak. Ilyen is van. Tehát önbizalom kétségkívül intellektuális értelemben ilyen szituációkban jól jön, és itt megint csak fontos az önbizalomnál, hogy a gazdasági élet szereplői
azok nem hagyták magukra a gazdasági politikai döntéshozókat, hanem miután belevágtunk, én jól emlékszem Csányi Sándorra számos beszélgetése a bankadótól, amit persze rühel természetesen minden bankelnök, ez érthető, de folyamatosan ellátott tanácsokkal arra nézve, hogy ha viszont már csináljuk, akkor az ebből keletkező forrásokat hogyan kell gazdaságösztönzésre, a foglalkoztatás javítására és még mindenfajta más módokon visszatenni a gazdaságba, úgyhogy a végén a bankszektor is azt mondhassa, hogy lehet, hogy volt 3 nehéz évünk, de miután kibírtuk végigcsinálni, meg lehet nézni a mutatókat majd 3 év múlva, és ha jól látom a bankszektor mutatóit, akkor mintha ez a történet valóra is vált volna. Tehát lehet, hogy nehéz volt a gazdasági válság kezelésének idején közösséget vállalni, és a terhek egy részét a bankszektornak átvállalni, de ha megnézzük a mai mutatókat és a bankszektor helyzetét, ami persze nem független a jegybank egyébként korábbi gazdasági miniszteri tapasztalataitól, akkor azt látjuk, hogy összességében egy nagyon nehéz a bankszektor számára megterhelő gazdasági válságkezelés után ez egy sikeres szektor a mai magyar gazdaságban, olyannyira, hogy nem csak itthon sikeres, hanem az egész régióban egyre inkább domináns és sikeres lesz. No, ennyi talán a gazdasági válságkezelés sikereinek a felszínéről. Mert ez mind gazdaság. De hol itt a politika? Amelyből az összes dologból, amiről eddig beszéltem, végül is kifőzi azt a gazdaságpolitikai mixet, ahogy itt önök szokták ezt mondani, ami meggyógyítja a beteget, illetve amely fölerősíti a legyengült szervezetet. Ez a nagy titka a politikának egyébként, amiről most beszélek. Mindenki folyamatosan ezt a kérdést teszi fel, és azt keresi, hogy mitől működik valami. Tehát egy gazdaságpolitikai elgondolás, mitől lesz egy adott országban sikeres, más országban pedig sikertelen. Illetve egy adott országban milyen gazdaságpolitika lehet sikeres, és a másik meg miért lehet sikertelen. Tehát az ember különösen egy életkor után arra törekszik, hogy az összes tudást, amilyen bonyolult információ halmaz a fejében, egyetlen tényezőre próbálja visszavezetni, vagy egy számra próbálja visszavezetni. A futballedzőknek ez régi álma, hogy van egy olyan mutatója a játékosnak, amiben be lehet sűríteni a játék összes elemének a tudását, és ha az megvan, ha az a szám meglenne, akkor hirtelen könnyen ki tudnánk választani a világ legjobb válogatottját még Magyarországon is. És mindenki ezt az egyetlen tényezőt keresi. Most ez a politikában is így van. Mi is azt az egyetlen dolgot keresünk, ami megadja a választ arra, hogy mi működik és mi nem működik. És persze majd a történelem eldönti, ezt megtaláltuk-e vagy nem, de én azt gondolom, hogy talán ennek a 10 évnek az egyik, ennek a 10 sikeres évnek az egyik fontos oka, vagy talán a leginkább meghatározó oka, hogy valamit gondoltunk erről az egy darab számról, erről az egyetlen együtthatóról, erről az utolsó magyarázatról, a végső gyökérről, hogy mitől működik ez. És ez a politikában nem jelent más, mint hogy hogyan tudod megérteni a saját népedet. Tehát azt a közösséget, amelyet vezet. Hogyan érted meg? Mit gondolsz róla? Mit akar? Mi az, ami teljesítményt vált ki belőle, és mi az, ami ellenállást vált ki? Ezt kell valahogy megtalálni. Erről persze gúnyolódni szoktak a liberálisok, akik szerint ilyen nincs is, tehát ilyen nemzetkarakterológia, meg szoktak ilyeneket mondani, hogy ezek ilyen nevetséges dolgok, de meggyőződésem, hogy a sikeres kormányzásnak épp az általuk tagadott dolog, és a nemzetkarakterológia megértése és összehangolása az ágazati politikákkal az, ami a siker lényegét adja. Na most mit láttunk mi, vagy mire tettünk mi? Mert ha egy olyan gazdaságpolitikát sikerül meghirdetni, ami összetalálkozik az emberek, nevezzük úgy, hogy kultúrantropológiai sajátosságaival, egy nemzet kultúrantropológiai sajátosságaival, akkor az működni fog. Akkor az emberek részt fognak benne venni. Ha azonban nem olyan gazdaságpolitikát folytatsz, amelyben jól érzik magukat, amelyet helyesnek és igazságosnak tartanak, akkor ellen fognak állni. És olyan gazdaságpolitika, ami a legfontosabb szereplő az emberek szempontjából ellenállásba ütközik, az akármilyen jól néz ki az íróasztalon, meg a liberális gazdasági tankönyvekbe, sose fog működni. És így érkezünk meg szerintem a 2010 utáni időszak legfontosabb kérdéséhez, hogy mitől érzik, milyen gazdaságpolitika, milyen társadalompolitika esetén érzik jól magukat a bőrükben a magyarok. Mert szemben a liberálisok elgondolásával nem minden nép ugyanabban a bőrben érzi jól magát. Vannak persze hasonló dolgok, amely mindenkinek, amik szabadság mindenkinek kell. De az csak egy kicsi eleme a létezésnek, az élet az ennél sokkal több dologból áll. Családból, közösség, egyén viszonyából, és sorolhatnám tovább. Tehát mi azt gondoltuk, illetve én most is azt gondolom Magyarországról, hogy miután minden népnek másfajta bőrre van szüksége, amiben jól érzi magát, ezért nekünk azt a formulát kell megtalálni, és ezt kell majd a következő 10 évben is megváltozott körülmények között megtalálni és megszólítani,
ami többlet teljesítményt hoz ki az emberekből. Szerintem a magyarokról azt lehet mondani, hogy a magyarok alapvetően büszke életre vágynak. Ez a kulcsa mindennek. A magyarok büszkék akarnak lenni. Ezt nem tudom, mikor és hogyan kódolták belénk, de szerintem ez a kulcsa mindennek. Személyesen is büszkék akarunk lenni arra, amit csinálunk. Nem egyszerűen csak jó emberek akarunk lenni, az a minimum természetesen. De büszkék akarunk lenni arra, amit csinálunk, külön-külön egyenként, és közösen is. Büszkék akarunk lenni a saját teljesítményünkre, a családunk teljesítményére, és a hazánk teljesítményére is. Ezt kell eltalálni. Most eddig egyszerű volna, csak a magyar egy komplikált fajta, és nem akárhogy akar büszke lenni. Mert nem bírja a harsogást. Tehát ha azt mondják neki, hogy legyél büszke, akkor Dafke sem lesz büszke. Tehát ez nem megy. Az harsogó, az nem megy. És nem szeret még egy dolgot, nem magamutogató. Úgy akar büszke lenni, hogy ne kelljen magamutogatónak lenni, mert a magyar alapvetően ösztöneiben szemérmes fajta. Tehát amit itt meg kellett találni, az a büszkeség és a szemérmességnek a kombinációja. És ezeket a népi ösztönöket kellett valahogyan megszólítani a gazdaságpolitikával. És azt szerintem sikerült. Tehát nyugodtan mondhatom, hogy 2010 és 2020 között olyan gazdaságpolitikája volt Magyarországnak, amely a magyar karakter két nagyon fontos elemének fölismerésén és kombinálásán alapult, hogy a magyar egyszerre akar sikeres lenni és büszke, és egyszerre akar szemérmes lenni. Anélkül is ismerjék a teljesítményét, hogy neki is személy szerint ezt meg kéne neveznie. Például elvárja a miniszterelnöktől, hogy ő nevezze meg. Ezért beszélek például az elmúlt 10 év sikeréről én. Mert a magyar emberek maguk sose fognak erről beszélni, jól ismerjük őket. Ezt persze sokan, hogy mondjam, a siker meg nem becsüléseként fogják föl, de én nem, mert pontosan tudom, hogy a magyarok megbecsülik ezt a sikert, csak nem gondolják, hogy nekik az a dolguk, hogy erről beszéljenek. De elvárják, hogy a külvilág ezt jelezze feléjük, elvárják a szomszédjuktól, a munkatársuktól, meg a vezetőiktől. Tehát szerintem ez az a kombináció, ami az egész gazdaságpolitikának, mondjuk úgy, hogy a kultúr-antropológiai alapját adják, és ez nem más, mint népismeret, ami vagy van, vagy nincs. Összességében tehát azt szerettem volna önöknek mondani, hogy a nagy titok az ez, hogy az emberek azért vállalták ennek a gazdaságpolitikának a végrehajtását, mert ők úgy gondolták, szemben néhány más országgal, mely azt mondja, hogy kis erőfeszítés szerény élet, vannak népek, amelyek ezen a filozófián nyugszanak, hanem azt mondták, hogy komoly erőfeszítés, büszke élet. És e felé tartunk. Én nem mondom, hogy ez mindenkinek már megvan, meg hogy már mindenkire érvényes, meg az ország minden szeglete így működik, ezt nem akarom állítani, de az ország e felé halad. Komoly teljesítmény, büszke élet, ebben egészen biztos vagyok, és egyébként a következő választásnak is, csak nem ezért jöttünk most össze, az a tétje, hogy ezt folytatjuk-e. Ezért volt szerintem Isten csapása a kommunizmus. Szintén nem ezért jöttünk össze, egy másik előadás, de a kommunizmus nem csak azért volt Isten csapás, mert tönkretette az országot gazdaságilag, hanem mert egy ellenkező motivációs rendszert akart működtetni. Hiszen semmi nemzet nem lehettél büszke, az nacionalizmus volt, sem egyénileg nem lóghatták ki a sorban, akkor lenyesték a fejedet. Tehát ez Isten csapás volt. A nácik is Isten csapását jelentették persze ránk, mert ott meg az a probléma volt, hogy a büszkeséget diszkreditálták azzal, hogy összekötötték a fajjal. És a büszkeség az nem faji kérdés, a nemzeti identitás se faji kérdés. Ugyan kétségkívül az a politikai irányzat a nemzeti büszkeséget helyezte az előtérbe, de olyan bázisról fejlesztette ki, amit nem lehet elfogadni, és végül diszkreditálta magát a nemzeti büszkeség érzését. Úgyhogy nagy kérdés a magyarok számára, hogy melyiket kell jobban utálni. A kommunizmus vagy a nácizmust. De a legjobb, ha az ember mind a kettőt egyformán utálja, és akkor nagy baj nem lehet, és egy mérsékelt nemzeti büszkeség talajára tudunk helyezkedni, amiből teljesítmény nőhet ki. A NAT körüli vita is erről szól. Az nem oktatástechnikai kérdésekről szól. Biztos van ilyen dimenziója is. Rendben van. Hanem az a kérdés, hogy mire neveljük a gyerekeinket. A büszkeség felé akarjuk-e őket nevelni, a teljesítmény felé akarjuk-e, a saját személyes, családi és nemzeti büszkeség felé, vagy pedig valamit, vagy pedig tanítsuk nekik az elvesztett háborúkat. Ami kétségkívül fontos ismeret, de nem lehet a tananyagnak a magva. Mert a magva az arról szól, hogy 100 év után elveszítve a terület kétharmadát, meg a népesség 60%-át itt állunk, és arról beszéljük, hogy hogyan védjük meg a sikerünket a következő 10 évben. Ezt kell tanítanunk alapvetően, nem eltagadva a kudarcainkat természetesen. Mi következik mindebből? Ebből szerintem az következik, hogy minden, amit be tudtunk azonosítani, mint a mögöttünk hagyott 10 év sikerének tényezőjét, azt meg kell védeni a következő 10 évben. Azt hiszem a jegybank kormányzója is erről beszélt. Azt mondta, hogy az elért egyensúlyokat kell megőrizni, és a növekedés és felzárkózás motorjait pedig működtetni kell.
Itt persze a politikában mindig van egy probléma, hogy hogyan értékeljük a teljesítményt. Én azt javaslom, hogy most, miután az egész világgazdaságban lassulás várható, ne úgy értékeljük a teljesítményünket, hogy hány százalék volt a növekedés, vagyis a sebességet sikerült-e fönntartani, hanem a másokhoz képesti gyorsasági előnyt sikerült-e fönntartani. Tehát nem az érdekes, hogy hány százalék lesz a növekedés a magyar gazdaságban. Ez persze nem lényegtelen, de nem ez a döntő, hanem az, hogy a többiekhez képest. Tehát a felzárkózási sebességet, a sebesség előnyét meg tudtuk-e védeni. Itt két lehetőségünk van. A pénzügyminiszter óvatosabb, ő 2%-os növekedési előnyről beszél. Nekem is leír a lábam a földre, tehát én úgy gondolom, hogy ez már szép lenne. De a jegybank elnök, akinek az a dolga, hogy magával ragadjon bennünket, ő már 3%-os növekedésről beszél, és én még azt tanultam meg, amikor tőle, amikor még miniszter volt, 2000-ben, 2001-ben azt mondta, hogy akinek nincsenek céljai a lehetetlenben, az nem éri a céljait a lehetséges világában sem. Nagyjából ez volt a mondandó. Úgyhogy a 3%-os célkitűzés az nem rossz ötlet, csak jó, előre megbeszéljük, hogy a 2% az már nagyon jó lesz, ha azt majd sikerül teljesíteni. Tisztelt hölgyeim és uraim, mit jelent ez most? Ez most azt jelenti, és ez a mondandóm kevésbé vidám része, hogy egy brutális változásra kell fölkészülnünk. Én látom a pénzügyminiszter úrnak a itt bemutatott táblázatát, amit nagy magyar cégek vezetőitől is megkaptam egy vagy két nappal ezelőtt, nagyjából ugyanilyen bontásban. Koronavírus lehetséges következményei A, B, C forgatókönyv. Szerintem az A és B-t nyugodtan dobjuk ki. Az nincs. Csak C forgatókönyv van. Tehát egy világjárványra kell fölkészülni. És azt kell megértenünk, hogy milyen egy világjárvány, és annak milyen következményei lesznek ránk nézve. Tehát én azt szeretném mondani önöknek, hogy bár nem azért hívtak, hogy tanácsot osztogassak, de mindenki készüljön fel, hogy ki kell lépni a komfortzónájából. Jó volt ez a 10 év, jól mentünk, összességében jól is néz ki, de ha csak annyit és úgy fogunk csinálni a következő 10 évben, mint az előző 10 évben, akkor önök tönkre fognak menni. A nemzetgazdaság is bajba kerül, de önök egyenként is, higgyék el, tönkre fognak menni. Tehát a következő 10 évben, és erre a koronavírus most a legjobb inspiráció, biztosan sok mindent másképp kell csinálniuk, már most rövid távon el kell hagyni a komfortzónát. Én arra számítok, hogy világjárvány lesz. Tegnap összehívtam a tudósainkat, vagy azokat, akik a tudományért felelnek, akadémia elnök, Palkovics miniszter úr, orvostudományi egyetem rektora, és így tovább, voltunk néhányan, és arra a tényre kellett ráébredni, hogy vakcina nem lesz. Illetve ha holnap reggel felfedeznék a vakcinát, holnap reggel, vagy ma, akkor annak a behozatala a betegség megfékezésébe az semmiképpen nem rövidebb, mint 1 év. 1 év. Tehát arra kell fölkészülni, hogy az a pszichológiai bizonytalanság, ami vakcina hiányából fakad, az nem fog elmúlni. Mert ez a dolgoknak a eredője. Mert igazuk van azoknak, akik azt mondják, hogy influenzában többen halnak meg egy évben, mint valószínűsíthetően meg fognak halni a koronavírus miatt. Ez lehet, hogy igaz, de az influenzára nézve van vakcinánk. Az emberek az a biztonságérzete van, ha nagy baj van, akkor a tudomány már tud valamit segítségül nekem fölkínálni. Ezzel a mostanival az a baj, és ez hat az önök gazdaságára is, meg vállalkozás elsőben, hogy ki vagyunk szolgálva, hogy védtelenek vagyunk. Nincsen vakcina. Ha baj van, sem tudunk hova fordulni. Van persze néhány gyógyszer, amire azt mondják a tudósok, mint tegnap én is hallottam, hogy súlyos esetben valamit segít, de önmagában, ez ellen a vírus ellen nincs külön kifejlesztett vakcina. Tehát a bizonytalanság érzet, hogy baj lehet, és ha baj van, nem tudom megvédeni magam, ez velünk lesz a következő hónapokban. És ez az, ami szerintem elsősorban befolyásolja a gazdasági tevékenységet. Nem az, hogy mennyi ember ment dolgozni, vagy nem, nyilván annak is van jelentősége. Meg annak is, hogy a supply chain, vagy hogy mondják önök, ez az ellátási lánc, ami különösen most a just-in-time rendszerekben ugye okoz mindenfajta nehézségeket a termelő üzemekben, azok nem érkeznek, és ebből persze. De ennél súlyosabb baj, hogy mi mindannyian azt gondoljuk, hogy védtelenek vagyunk. És most azt tudjuk, hogy csak bizonyos népesség csoportokat támad meg a vírus most, de nem tudjuk, mi lesz holnap és holnap után, és az ember aggódik. Persze elsőbb a gyerekei miatt aggódik, most örül, hogy azt még nem támadta meg a koronavírus, de nem tudjuk, hogy nem fogja el megtámadni. Tehát ez a bizonytalanság érzet, ami alapvetően védekező attitűdöt hoz létre. Nem megy az ember, inkább óvatos. Ez az attitűd, ez fönnmarad. Tehát az a hangulat, ami a gazdasági prosperitáshoz kell, hogy ide nekem az oroszlánt is, most van itt a lehetőség. Ez olyan idegen a valóságtól, hogy el sem tudom mondani önöknek, és ez fönn fog maradni.
És ha úgy tekintünk Kínára, mint amelyik sikeresen megfékezni látszik a tőlük kiindult fertőzés, mert mindenki azt mondja, hogy ott minthogyha már megfékezték volna. Ha kiszámolják, az is 5-6 hónap volt. A megjelenéstől a megfékezésről nincsenek a végén, csak lekonyult már a diagram. 5-6 hónap itt június jelent. Amikor elkezd a tetőzés után lefele jönni. Június jelent. Tehát a turisztikai szezon idén kampó. Tehát úgy kell számolnunk, ezeknek mind végük van. Tehát mindenki, aki valamilyen módon logisztika, turizmus, vagy bármi miatt szokásosnál jobban van hozzákötve az emberek utazási kedvéhez, mozgékonyságához, annak azzal kell számolni, hogy komoly gazdasági visszaesései lesznek. Tehát erre jobb fölkészülni és jobb számokat készíteni. Tegnap késő este még a jegybank elnöke és a gazdasági miniszterrel persze tanácskoztunk a tudósok után, hogy le tudjuk vonni a következtetést a gazdaságra nézve mindabból, amit én most mondok önöknek. Sokkal okosabbak nem lettünk, bár többen voltunk, de ezt nem magunknak rójuk föl, hanem a helyzetnek. A dolog az úgy fest, hogy mi úgy számolunk, hogy önök, és ebben nagyon erőteljes szerepet kellene játszani a kamarának, hogy önök szerintem április közepén és végén lesznek abban a helyzetben, hogy meg tudják mondani a kormánynak, hogy az önök ágazata konkrétan milyen veszteségeket szenved el. Most még látják, hogy csak tapogatjuk a dolgot, tehát a kontúrjait keressük a dolognak. Nem tudjuk megmondani, makrogazdasági számokat mondunk. De én azzal nem tudok mit kezdeni, ha a gazdaságpolitikától segítséget remélnek, és mi erre készen állunk, mert arra való a kormány, hogy ilyenkor segítsen átjutni a nehéz periódusokon, meg kell, hogy tudják mondani önök nekünk, hogy pontosan melyik ágazat, pontosan milyen eszközökkel, pontosan hogyan segíthető át ezen a nehéz pillanat. Ezt önöknek kell megmondani. Ezt a pénzügyminiszter, meg a gazdasági miniszter nem fogja tudni kitalálni. Itt most földközeli visszajelzések kellenek. Ez a kamaránál van. Ez a tudás önöknél van. Tehát én azt várom, hogy ha most még március közepén vagyunk, szerintem még nem látják önök sem pontosan a következményeket, de szerintem április közepe végére kellene, hogy lássák. És április végén kellene, hogy kapjon a kormány a kamarától egy dokumentumot, amelyik azt mondja, hogy ezekben az ágazatokban ilyen és ilyen mértékű bajok vannak, és ilyen eszközöket szeretnénk kérni a baj kezeléséhez. És én fogok segíteni, a kormány fog segíteni, a jegybank elnök, a pénzügyminiszter segíteni fog természetesen. Csak azt akarom mondani, hogy olyan típusú következményei lesznek ennek a mostani jelenségnek, ami nem makrogazdasági lépésekkel orvosolható, hanem célzott ágazati programokkal. Tehát nekem azt kell tudnom, a döntésoknak azt kell tudniuk, hogy pontosan mondjuk a turizmus ágazatban mi a baj, hogyan, milyen mértékű a baj, és milyen eszközökkel lehet orvosolni, ha egyáltalán. Infrastruktúra és így tovább. Energia, sorolhatnám tovább a szektorokat. Ezeket végig kell nézni, és én azt gondolom, hogy majd megteremtjük ennek a pénzügyi feltételét. Zárójelet nyitok. Nyilván a 20-as, 21-es költségvetést, a 20-as, ami már fut teljes egészében, a 21-es pedig gondolatban újra kell terveznünk, ez nem is kérdés, mert sok milliárd eurónyi gazdaság élénkítő, segítségnyújtó, korrekciós alapokat kell létrehoznunk. Ez egyáltalán nem lesz egyszerű. Ez mindenkitől követel majd valamilyen mértékű hozzájárulást, ezt majd megvitatjuk, oda eljutunk, hogy hogyan és miért. Ebből nem fognak kimaradni az önkormányzatok, az ágazati területek, ebből senki sem fog kimaradni, mert valahogy ezt meg kell oldanunk, hogy a gazdasági visszaesés az ne a 2008-as, 9-eshez hasonló mértékű legyen, hanem legfeljebb akkora, hogy az Európai Unióval szembeni gyorsasági előnyünket meg tudjuk őrizni. Mert abból nem értem, beszéltem arról hosszan, azt nem adjuk föl. Tehát az Európai Unió átlagánál legalább 2%-kal, ha lehet, jegybank elnök úr mondta, 3%-kal gyorsabban kell növekedni a magyar gazdaságnak. Ehhez pedig célzott, ágazatokra lebontott, válságkezelő, áthidaló eszközökre lesz szükségünk. Ennek a pénzügyi forrásait elő fogjuk teremteni, nem lesz egyszerű, de elő fogjuk teremteni, de hogy a fölhasználás észszerű legyen, ne csak ráöntsük a gazdaságra a pénzt, hanem abba a szektorba menjen, olyan eszközökkel, ahol arra szükség van, ahhoz most a kamarának a gazdaságpolitika egyik alakítójaként kell föllépni a következő időszakban. Kedves László, hogy számítunk is arra, hogy te szállítod nekünk azt a tudást, ami a kormányzati döntésekhez szükséges lesz. És ez még nem volna elegendő, akkor még itt van a nyakunkon ez a Brexit is, ami ugyan a rövidtávú válságkezeléstől eltéríti a gondolatainkat, csak egy mondat erejéig azért mégis hadd térjek ki rá, ennek nem gazdasági következményei vannak, hanem iparpolitikai következményei vannak. Amíg mi itt csendesen üldögéltünk,
és ők türelmesen hallgattak bennünket, amiért hálásak vagyunk, addig az Európai Unió déli 12 órakor kibocsátotta az új iparpolitikai elképzelését. Na, abban sok köszönet nincs. Abban már látható, hogy a britek elhagyták az Európai Uniót. Ott már olyan összetételek vannak, mint igazságos adózás. És még sorolhatnék jó néhány dolgot. Minden, ami a mi versenyelőnyünket érinti, az mind, és rosszul érinti, az mind benne van. Vagy legalábbis az utolsó előtti fogalmazványokban benne volt. Én is majd csak most délután fogom ezt elolvasni. Tehát azt akarom jelezni, hogy azzal, hogy a britek kimentek az Európai Unióból, akik egy piacorientált, egészséges gondolkodású, a gazdaságról a világ talán leghatékonyabban gondolkodni képes nemzetéhez tartoznak, tehát az angol száz világhoz tartoznak, ők kimentek, ezzel elveszítettünk egy nagyon fontos versenyképesség, növekedés, fejlődés mellett elkötelezett partnert az unión belül. És az ilyen szocialisztikus, sőt, szocialista típusú megközelítéseknek az ellensúlya elesett. Ezt látni fogjuk, attól tartok az iparpolitikában. Tehát a Brexit nem közvetlen gazdasági hatásain keresztül, hanem a közvetett hatásán keresztül az unión belül meggyengült a versenyképesség mellett elkötelezettek tábora, és az ő arányuk, az állami újraelosztás, a szocialisztikus megközelítésű gazdaságpolitikai nemzetekhez képest megváltozott. Az egyensúly megváltozott. És ez nekünk nem jó hír. Ezt mind újra át kell gondolni. Ráadásul azzal, hogy az angol szászok, a britek kimentek az unióból, azzal helyreállt egy korábbi geopolitikai világrend, ahol nem kontinensekben gondolkodtunk, mint még tegnap előtt is, ahol volt Kína, Egyesült Államok, meg Európai Unió, hanem vannak az angol szászok, vannak a kontinens, a domináns országgal, és vannak az ázsiaiak. Ez egy teljesen új konfigurációt fog hozni, ami komoly intellektuális kihívás a politikusoknak, ez nem a mai előadásnak a témája, csak jelezni szeretném, hogy miközben koronavírus van, mikor az unión belüli politikai változás van, akközben az egész világrend átalakulásának az összefüggésében is értelmezni kell azt, amit tenni fogunk. Amit önök leginkább tudnak segíteni a saját szempontjukból és az ország szempontjából is az az, hogy minél hamarabb a saját cégeikre és ágazataikra nézve a mostani helyzetet fölmérik. A következményeket próbálják megbecsülni, előrejelezni és a kamarán keresztül eljutatni a kormányhoz, hogy ezek be tudjanak épülni a kormányzat válságkezelő terveibe. Nyilvánvalóan egy gazdaságvédelmi akciótervet kell meghirdetnünk. Szerintem képesek leszünk ezt összehozni. Említettem már, hogy nem kell megijednünk a bonyolult helyzetektől. Kicsit drámaira sikerült, úgy látom, a fekete levesről szóló néhány megjegyzésem, hogy az önbizalmukat kicsit növeljem. Ugye az én nemzedékem az a mármint az a része, amelyik szerette a boxot, az két iskolán nőtt föl, ugye a nehézsúlyú magyar bajnoki döntő volt mindig a kulcs, amit vártunk egész évben, és ott két nagy hős volt, az egyiket ugye, amit mondjuk Somodinak hívták a honvédó, másikat pedig Edőcsnek az Újpestből. A Somodi egy két méteres, nagy erős ember volt, nyílt egyeneseket, nagyokat ütött, az Edőcs pedig egy kisebb, kicsit túlsúlyosnak tűnő, de rendkívül okos, bonyolult helyzetekből ügyesen kikeveredő boxoló volt. És én mindig is az Edőcsnek szurkoltam. Ez biztosan bennünket. Az előttünk álló időszakra a kormány ebből a bonyolult, nehéz helyzetből meg fogja találni a kiutat, csak azt kell önöknek kérni, hogy mint ringmesterek segítsenek bennünket ebben a munkában. Köszönöm szépen a figyelmet.